A jó bajnoki rajt, különösen hazai pályán, minden sportágban fontos, nincs ez másként a futballban sem. Az NB3 keleti csoportjának nyitófordulójában a Nyírbátor a 60-t fogadta, és a vendégek 2-1-es győzelemmel távoztak a Sport utcai pályáról. A végeredmény már az első félidőben kialakult, a 60-iak 4 perc alatt 2 gólos előnyt szereztek, Boros ugyan a szünet előtt szépített, de mivel a második játékrészben már nem esett több gól, a hazaiak pont nélkül maradtak. Megvoltak a lehetőségeink, zicser is volt, nem tudtunk vele élni, az ellenfél pedig könnyörtelenül büntetett. Összességében majdnem azt kaptam, amit vártam a csapattól, meg az ellenféltől is, csak az a kicsi plusz hiányzott, ami akár a pontszerzéshez, vagy a győzelemhez szükséges. Ezt nem tudtuk most realizálni, és emiatt lett a vereség. Egy igen jó mozgékony ellenféllel találkoztunk, belehibáztunk az elején, és ez egy kicsit görcsösítette a csapatot, ami meg is látszott az első fél időben, viszont a második fél időben már úgy ítélem meg, hogy többet birtokoltuk a labdát, több lehetőségünk is volt, hát ezzel nem tudtunk élni, és ez pontokba került. A Nyírbátor szerdán a Magyar Kupa országos főtáblájának első körében 1-1-es döntetlen után 11-es párbajban 5-4-re alul maradt a megyei első osztályú Tiszakanyár otthonában. A hétvégén is nehéz feladat vár Ambrusékra, mivel a Debrecen második csapatának vendégeként lép pályára a Bátor. Én maximálisan bízok a csapatba, hisz az elmúlt másfél hónap alatt jól dolgoztak, a felkészülési mérkőzések is bizonyították. Nem kell semmi plusz tenni, csak azt mindenkinek a tudásához mérten egy 60-70% az már azt mondom, hogy kiegyensúlyozott játéknál igen megfelelő, de ha ehhez egy pici plusz jön hozzá, akkor az már eredményes is teszi a csapatjátékot. A második forduló párosítása a következő: 60 Jászberény, Kazincbarcik a Tiszaújváros, Rákosmente Cegléd, Cigánt Somos, Reac Putnok, Újpest 2 Nyíregyháza Spartakusz, DVSC Dasz Nyírbátor és DVTK 2 Felső Tárkány.